Az ember, aki megváltoztatta Európa történelmét. Az ember, aki példa volt sok millió ember számára, akik egy igazabb utat kerestek életükben. Ő volt Márton, Túr városának püspöke, az ókori Szavária, a mai Szombathely leghíresebb szülötte. Élete bizonyíték, Krisztus követése lehetséges bármilyen körülmények között, bármely évszázadban, akár napjainkban is. Szent Márton a szeretetnek a csodáját vitte végbe. Nem csak azáltal, hogy a híres életrajzi jelenetében megosztotta a köpönyegét a koldussal, hanem egész életét áthatotta az Isten iránti szeretet, hiszen püspökként is leginkább kolostorban akart élni, de ugyanakkor a mély Isten szeretetéből sok-sok minden következett arra, hogy az embereket, a szegényeket is rettentő módon szerette, és adakozó kedvében volt életének minden egyes pillanatában. Európát, a mi civilizációnkat is ezt tette nagyjá. Az Isten szeretete, mely kiáradt az emberekre, és mely ösztönöz minket is arra, hogy legyünk irgalmas szívűek egymás iránt. Nem kell nekünk túl sokat adni. Nem kérnek tőlünk sokat. Csak két fillért. Vagy egy jó szót. Vagy egy kis udvariasságot. Vagy egy kis jó téteményt. Olyan jó utánozni, olyan jó példát adni ebben Szent Márton mintájára, hogy amit adunk, azt Krisztusnak adjuk. És elvárhatjuk, hogy ő is megajándékoz minket nagy szeretettel. Nem régiben volt egy nagy ünnepség az én falumban. Nálam volt az agapé, a vendéglátás. Sok minden megmaradt a végén. Olyan jó volt, hogy a következő napokban olyanoknak tudtunk adni tortát, süteményt, kenyeret és egyéb finomságokat, amik megmaradnak, akik nem tudják visszaadni. Akik hálásak voltak, hogy valaki benézett hozzájuk. Akik meglepődtek, amikor beállítottunk hozzájuk egy tál pörköltel, vagy akár csak néhány szóval, szaloncukorral, pogácsával, vagy süteménnyel. Olyan jó érzés volt. Ezért szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy tegyen így. Nem kell sokat, csak egy keveset. De azt a keveset a Jóisten elvárja tőlünk. És ha mi is ilyen szívvel adakozunk, akkor ő is minket meg fog ajándékozni az örök életben. Szent Márton életének legismertebb jelenete, amikor Amiens városának kapujában egy téli éjszakán megosztotta köpenyét egy koldussal. Ez a tette talán a legismertebb jelenet az életéből, amelynek számos értelmezése ismert. Sági Marian nemrég megjelent könyvében ezekről is szó esik. Ugye a mai ember általában a nem hívő ember optikájából látja Mártont, nem is fogja megérteni soha. Sági Marian a hívő ember optikájából a hívő Mártot mutatja be. Itt van például maga a köpenyfelezés, amely kapcsolatban Sági Marian ezt írta. Nem egyszerűen a katona irgalmasságáról és a szegény megsegítéséről szól, hanem a Krisztussal való azonosulásról és az üdvösségről. Hát aki nem tud Krisztussal azonosulni, az tulajdonképpen ezzel nem fog tudni sokat kezdeni. A másik dolog a köpeny. Arról is egészen hamis elképzeléseink vannak. Általában azt mondják, hogy hát azért adta felét a katona, a szegénynek, mert hogy fele a császáré volt, fele meg az övé, mert ő vette meg. Sági Marian azt írja, hogy a gárdatisztek magas fizetést kaptak, kiemelt prémiumokat, ugyanakkor a köpeny is az övüké volt, amivel azt csinálnak, amit akarnak. És erre példákat is hoz a római történelemből, hogy bizony ezek hogyan történtek. A harmadik dolog, ami itt nagyon fontos, hogy Márton nem kér semmiféle viszonzást, nincs igénye a viszonzásra. És akárcsak Krisztus nem vár el semmit a koldustól, csak önmagát és a segítségét adja neki. Ez egy teljesen keresztény, krisztusi szemlélet. Nem a gazdag odokodó és a nincstelen szegény ábrázatát mutatja, hanem ez az egész jelenet az Isten és ember kapcsolatát képezi le,
Mert hogy az ember éppen olyan elesett az Isten előtt, mint a koldus a társadalomnak a szemében. Sági Marian nemrég megjelent könyvében ezekről is szó esik. Szent Mártonra mindig büszkén emlékezik szülővárosa Szombathely és pártfogoltja a Szombathely Egyházmegye. Minden év novemberében ünnepségeket rendeznek Szent Márton tiszteletére, amelynek fontos részét képezi az ünnepnapja előestéjén mondott vesperás, majd lampionos felvonulás Szombathelyen. Az ünnepségek ráirányítják figyelmünket Márton hitére, Krisztus követő életére. Majdnek Antal Munkácsi megyéspüspök Szent Márton napján tartott ünnepi istentiszteleten mondott szentbeszédében kiemelte, Jézus Mártonon keresztül a szeretet üzenetét sugározza a világnak. Népszerűségének tehát ez volt az első oka. Rögtön mondhatjuk a fele barát szeretése, ahogy a szláv nyelvekben a fele barát a közelit jelenti, így fordítják, vagy a németbe, a nexte, a következő, akivel találkozom. Ott kell keresnem az Úristent, hiszen nincsenek véletlen találkozások. Az Úristen szinte próbál, kipróbál minket. Vajon hogyan teszünk mi tanúságot arról, hogy ő él bennünk, hogy mi hozzá tartozunk, hogy mi krisztusiak, keresztények vagyunk. Nem, de éppen a Mester figyelmeztette az ő kedves tanítványait, hogy arról ismernek fel titeket, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez az első. Az ünnepi szentmise végén a hívek Székely János megyéspüspök vezetésével közösen imádkoztak Szent Márton erekéje előtt, kérve a szent közbeni járását egyházmegyénkért, a papságért, a hívő közösségükért. Jánosháza legszebb épülete és jelképe a Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom. Néhány éve fejeződött be a külső felújítás, az elmúlt hónapokban pedig a belső térre koncentráltak a szakemberek. 1969-ben és 89-ben kívülről történtek felújítások, belül ilyen kis karbantartási munkálatok voltak, például a padoknak az alapját a 70-es évek elején készítették el, nagyon korhadtak voltak, az a dobogó, amin a padok találhatók. Aztán a lábazatot lefestették, amikor onnan lehullott a vakolat, ilyen ideiglenes módon, amennyire lehetett, természetesen karba tartották a templomot, de anyagi, meg egyéb lehetőségek sem voltak arra, hogy egy ilyen nagyszabású felújításra sor kerüljön. Istennek 2016. december 22-én a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyarország kormánya több mint 40 millió forinttal támogatja a Jánosházi Keresztelő Szent János plébánia templom rendbetételét. És milyen érdekes, elgondolkodtató, hogy 1789-ben is, december 22-én áldotta meg az akkori Jánosházi apát plébános ezt a templomot. A kedves nézők is láthatják a különféle képeken, teljesen megújult a belső falfestés, úgynevezett szekkó technikával készült itt minden. Helyreállították a vakolat rétegeket, volt ahonnan el is kellett távolítani. Igyekeztek a restaurálási szakma szabályainak megfelelően végezni mindent. Amikor itt volt jó néhány héttel ezelőtt az úgynevezett szakmai zsűri Budapestről, ők is elismeréssel nyilatkoztak a különféle művészeti megoldásokról. Új kövezetet is kapott a templom, és elmondhatjuk, hogy 2018. november 30-ára ez a projekt határideje, a megvalósítási határidő, minden elkészült. Néhány olyan berendezési tárgy van a templomban, amely még nem újult meg. Többek között a főoltárkép, ez is azért egy szerintem egy milliós nagyságrendű beruházás lesz majd, bízunk abban a jövőben majd erre is lesz lehetőség. Megvizsgálták egyébként a restaurátor szakemberek a fali képet, az oltárképet is. Mondták, hogy rövidesen aktuálisnak látják ők is a felújítás munkálatait. Nincsen akut helyzet, hogy most azonnal felújítást kellene eszközölni, hogy mondjuk olyan rossz állapotban lenne.
illetve még a templomnak a régi szószéke, és egy mellék oltára nem újult meg, ez nem fért bele a felújítási munkálatokba. Decemberre az állványokat már elbontották, megkezdődött a templom takarítása, a padok javítása, felújítása és a rendrakás. Sok munkát végeztünk, és nagyon jó érzés belépni ide a templomba, de előttem van a vezető restaurátor művésznek a mondása, aki azt mondta, hogy akkor lesz igazán jó érzés belépni ide a templomba, amikor az oltáron meggyújtják a gyertyákat, elhezik a virágokat, és ezt hozzáteszem, amikor majd az örökmécsesnek a lángja fellobban, és hirdeti a templom igazi ékességét, hogy Krisztus itt lakik közöttünk. A templom mennyezetén magyar szentek és boldogok láthatók, köztük most már boldog Brenner János és Mindszent József egész alakos képei. Így került elkészítésre az egykori valószínűleg Szent Gellért kép helyén boldog Brenner Jánosnak a képe. Érdekességként elmondom, hogy ez május 12-én készült el, a boldogavatás után néhány nappal. Nem dicsekvéskép mondom, de valószínű, hogy az első, vagy legalábbis az első között levő ilyen jellegű ábrázolás az ő személyéről. Brenner József nagyprépost úrnak is küldtem róla képet, mikor még készült a kép, akkor instrukciókat is adott, hogy esetleg még hogyan változtassunk, módosítsunk azon, hogy még hitelesebb legyen egyházmegyénk vértanújának az ábrázolása. És úgy ábrázoltuk, Brenner János az egyik kezében egy pálma levelet tart, egy pálmaágat, a másik kezével pedig a burzában levő oltári szentséget védelmezi. A másik kép, ami az egykori 1960-as években festett Szent Ferenc kép helyére került, az pedig Mindszenti Józsefet ábrázolja. És amikor az a kép elkészült, rá két napra jelentették be Rómában, hogy egy hatalmas előrelépés történt Mindszenti József boldogavatásának ügyében. Ha szabad így fogalmazni, szinte a célegyenesbe érkezett a boldogavatás ügye, természetesen a Szentatyára és az illetékes hatóságokra tartozik az ezzel kapcsolatos döntés nyilvánítása, de fogalmazhatunk így, hogy elérhető, belátható közelségbe került. A templomot december 22-én áldja meg Székely János megyéspüspök, a jánosházi hívek mindenkit szeretettel hívnak és várnak a jeles eseményre. November 17-én Szent Erzsébet napon ünnepelt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szombathelyen a Jézus Szíve templomban. A Karitász ilyenkor zárja jelképesen az évet, ez alkalomból pedig díjazták a kiemelkedő munkát végző önkénteseket és a Karitászt támogató vállalkozókat. Szent Erzsébet a leggazdagabbak közé született, a magyar király lánya volt, és mégis nagyon hamar a legszegényebbek között érezte magát igazán otthon, és nekik akart segíteni. Azt gondolom, hogy az egyik nagy üzenet ez, megtanulni, átlátni a másik oldalra. Megérezni egy szegénynek, egy hajléktalannak, egy afrikainak a nyomorát, a nehézségét, a kilátástalanságát. Óriási szükség lenne erre a mai világban, hogy tudjunk testvérként élni, együtt boldogulni ezen a közös földgolyón, illetőleg a közös hazánkban. Pályázati forrásoknak köszönhetően mindegy 500 000 forintból új épületrésszel, benne szaktantermekkel bővül a Jánosházi Szent Imre Általános Iskola, jelentették be sajtótájékoztatón. A fejlesztéssel szükséges ingatlant már megvásárolt az egyházmegye. A tervek szerint egy több mint 1000 négyzetméter hasznos alapterületű új épületet vehetnek birtokba majd a gyerekek és a pedagógusok. Elkészül egy természettudományos szaktanterem, egy úgynevezett művészeti nevelési szaktanterem, ami magában foglalja a rajz, az ének és a drámatantárgyakat. Átköltözik az iskolai könyvtárunk, hiszen a jelenlegi alapterülete gyakorlatilag egy osztály befogadására nem alkalmas. Az informatika termünk is átköltözik, és ezen kívül pedig, ami számunkra rendkívül fontos, hogy a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási magatartási zavarral küzdő tanulók számára egy külön fejlesztő terem áll majd rendelkezésünkre, ahol számukra a rehabilitációs órákat biztosítani tudjuk a megfelelő korszerű segédeszközökkel.
Öröm számunkra, hogy egy gyógytestnevelés terem is helyet kap az új épületben, ami segít a mindennapos testnevelés problémáinak a megoldásában. November 8-án ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját a Győri Hídtudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja. Az iskola egykori tanárai, diákjai is részt vettek az ünnepségen, amit egybekötöttek az intézménynek helyet adó épület belső felújítás utáni megáldásával. Nagyon ráfért az épületre, hogy egy 21. századi felsőoktatási intézménynek megfelelő eszközökkel rendelkező, a mai oktatási igényeket kiszolgáló, kielégítő felújításon essen át. Isten ismerete nélkül az emberi tudás semmit sem ér. Ha az ember Isten megismerésében rádöbben arra, hogy Isten életünk forrása, ajándékozója, akkor válik az életünk célzatossá. Az Isten Ige Társaság kezdeményezésére az adventi időben egyházmegyén különböző templomaiban lesz látható az irgalmas Krisztus kép. A missziós körút célja, hogy Isten kegyelmének, irgalmas szeretetének üzenetét közvetítse. A bizalomra nagy szüksége van az embereknek, mivel erre utáni vágyunk, úgy mint a szeretetre. A bizalom nélkül igazából lehetetlen élni. Csak a félelem tud uralkodni rajtunk. És ebben az üzenetében mi láttunk, és én láttam, hogy Isten kéri tőle, hogy bízunk benne, mert ott azon nekünk segíteni, alakítani a kapcsolatokat az emberi kapcsolatokban, és újra bízni, ahogyan mondtam, az Isten jóságában. Ez az a lényege, hogy bízunk az Isten jóságában, és keresünk a jót. November 6-án megkezdődött a Püspöki Palota Szent Pál termében lévő festmények felújítása. Stefan Dorfmeister alkotásain Szent Pál apostol életének 6 eseménye elevenedik meg. Az olajfestményeket lakbevonattal védték a napsugárzás káros hatásaitól. Ezek idővel a fény hatására sötétettek, így a festményeken nehezen lehetett kivenni, mit is ábrázolnak. Tar György restaurátor végzi a képek tisztítását, a szükséges javítási munkálatok elvégzését. December 8-án a Martinus Exkluzív programsorozat keretében Pitti Katalinat koncertet Szombathelyen a Székesegyházban. December 9-én áldja meg Székely János megyéspüspök Szombathely Kámonváros részében a Krisztus Király templom mellett felépített közösségi házat. December 12-én folytatódik Heiter Robert Gottfried előadássorozata Szent Gotthárdon. Karácsony közelettével az ünnep pszichológiájáról lesz szó az előadáson. December 12-én folytatódik a Mai világ az evangélium fényében előadássorozat. Ezúttal az egyházi kommunikáció fejlődéséről lesz szó a II. Vatikáni zsinattól Ferenc pápáig. December 14-én mutatják be Szombathelyen a Püspöki Palotában a Székely János megyéspüspökkel készült interjú kötetet. December 15-én Boldog Brenner Jánost ünnepli a Szombathelyi Egyházmegye. 10 óra 30-kor kezdődik a program a Szombathelyi Székesegyházban lelki ráhangolódással, amit 11 órakor ünnepi szentmise követ. A szentbeszédet Bérci Elbernát, Zirci apát mondja. Fél egykor emléktábla avatásra kerül sor a Brenner óvoda Hollánernő utcai telephelyén. Este 18 órakor Székely János megyéspüspök mutat be szentmisét Szent Gotthárd Mária újfaluban, ahol utolsó miséjét mutatta be Brenner János. Este 20 órakor zarándoklat indul Szent Gotthárd Rábakethelytől Zsidáig, azon az úton, amelyet János atya is megtett halála estéjén. December 22-én áldja meg Székely János megyéspüspök a belső felújítási munkák lezárását követően a Jánosházi templomot. Krisztus születésének ünnepén december 24-én éjfélkor, valamint december 25-én 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét Székely János megyéspüspök Szombathelyen a Székesegyházban. Ami gondolat megfogalmazódik bennem most adventtel kapcsolatosan, a remény üzenetével kapcsolatos. Ajánlom a kedves televízió nézőknek, akiknek van lehetősége,
Nyugalomba vonult Szentatyánk 16. Benedek pápa, Spe Salvi kezdetű pápai enciklikájának a tanulmányozását interneten is elérhető, illetve nyomtatásban is megjelent. És a Szentatya igaz, hogy nagyon mélységes teológiai meglátásokkal, veretes nyelvezettel fejti ki a tanítását, olyan csodálatosan megfogalmaz, hogy a remény ígéretének, a remény üzenete hordozásának milyen fontos és nagy jelentősége van az életünkben. Én azt szeretném megélni ebben az adventben, és szeretném erre is biztatni a kedves televíziónézőket, hogy ők is törekedjenek erre, kérik a Jóistent imádságaikban, hogy a reménynek az isteni erénye, amelyről lehet, hogy elég keveset beszélünk, sokszor emlegetjük a hit erényét, meg a szeretet erényét, a remény egy kicsit talán háttérbe szorul valamiképpen. Elsősorban tudjuk, hogy a reményünk az Istenhez köt bennünket, ő a reményünknek az alapja. Másodszorban pedig azok a teremtett dolgok is erősíthetik a reményünket, amelyek a Jóisten szeretetére, a Jóistennel való életközösség megtapasztalására elvezetnek bennünket. Benedek pápa ebben a tanításában különféle formában megközelíti azt az igazságot, hogy a remény számunkra nem egy olyan ábránd, egy olyan elgondolás, hogy egyszer majd valami biztos teljesedni fog, vagy mit szoktunk is mondani, egyszer majd minden jóra fordul, hát ne adja fel az ember. A mi reménységünk, az Istentől nekünk ajándékozott reménység, amely megnyilvánul, hogy Isten megteremtette a világot, gondviselésével kormányozza, a remény jeleivel megajándékoz bennünket a teremtett világrendjében. Aztán nagyon fontos, hogy a mindenható Isten reményt adó üzenetével találkozunk a megváltás és a megszentelés művében is. És azt szeretném egy kicsit kiemelni, hogy a remény üzenete nem csak egy ilyen távoli ígéret, hogy egyszer majd valami csak fog történni, hanem már úgy is jelen lehet bennünk, hogy az a bizonyosság is, hogy amit Isten megígért nekünk, amivel ő az életünket szépé, tartalmassá, elmélyülté teszi, az már mint egy valóságként is jelen van. Tehát nem csak valami jövőre mutató erény ez, hogy egyszer majd beteljesedik valami ez is, hanem már egyfajta bizonyosságnak is lehetünk a megajándékozottjai. És ezzel a lelkülettel átélni az adventet, hogy amire várakozunk, amiben szeretnénk megújulni, akivel szeretnénk találkozni. Ez számunkra nem csak valami jövőbeli ígéret, hanem már a jelenben ennek a bizonyosságát is hordozzuk. Látszólag ellentmondásosnak tűnik, hogy remélünk is valamiben, de már biztosan tudjuk, hogy ez be is fog következni. Itt úgy gondolom, az Isten csodálatos voltára, gondviselő jóságának, hát az elképzelhetetlen szépségére is rádöbbenhetünk. Legyünk ennek a reménynek a megajándékozottjai ebben az adventben, annak, hogy amit az Úr ígért, az valóban be fog teljesedni, egyén életünkben, közösség életünkben is, és köszönjük meg az Úrnak, hogy mi olyan reménynek lehetünk a hordozói, megajándékozottjai, amely megvalósulásának, amely biztos voltának, már itt életünk jelen idejében is örvendezhetünk. Reménységünk pedig soha nem csal meg bennünket.